Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Panzerkorps második részének folytatása. Lássuk, mire megyünk. Megnéztem ezt a sarkot. Hát olyan fene nagy minden nincs itt. De azért talán valamit lehet bűvészkedni. Nem nagyon. Ahogy kaptunk dolgokat. Oké, jött újabb cucc. Hát a repülő az igazából le fog esni. Azon nincs mit cifrázni. Ezt lehet, hogy nem ebbe a sorrendbe kellett volna tenni. Igazából abszolút nem ebbe a sorrendbe kellett volna tenni. Jó, igazából nem akarok cifrázni. Ezért vissza lehet hozni ezeket a vadászokat, hogy levadásszuk a csúrit. Hát egyet ígértél, nem három halált. Ez így nagyon nem frankó lett. Jó, hogy rosszat nyomtam. Ha ide is elér, akkor nem kell annyit cifrázni. Nem olyan lassú az utazás. Ah, és akkor felfedezett ott még egyet. Ó, hogy itt sokan vannak még. Hellóztok, fiúk! Kicsit beszéljük meg ezt a dolgot. Jó. Mindjárt más a helyzet. Mindjárt másabb a helyzet, azért itt... némi cafattá bombázás közben. És elfogytatok. Azt hitték, mi van. Annak érdekében, hogy az ne legyen üres. Az kellemetlen lehetne. Délre se kaptunk erőt. Hát feltöltjük ezeket, mielőtt gond van. Gond volna. Mert az azért... kár lenne. Hát igazából nem fogok ide menni. Némi felszíni erőt lehetne küzdeni, de annyira nem érdekes. Na, kaptunk egy nem csekély haderőt délre. Ez a 10 az jól hangzik. Na, és akkor ingyen leszedni egy vadászt, az mindig nyerő. Legyünk tankok. Ezt akkor overrun-ba megehetjük. Ez
Overra ez meg simán egyszerűen megadásra kényszerítjük. Mert miért ne? Flampancer ezt elfüldi. És akkor maradt két gyalog összesen. Ahhoz is megadta magát. Ennek is van ilyen... visszakényszerítője, vagy ez csak így jött ki, hogy nem tud menekülni? Azt hiszem így... nem tudom, miért menekült el. Na mindegy, mókás volt. Ez sehova nem tud menni. Hát akkor töltsük, az azért sose fog ártani. Hát azért az ingyen támadást azt ejtsük meg. Egy kis bombázás mindig oké. Gyűjtik a killeket. Ó, érkezett délre, vagy éjszakra, vagy hogy mondjam, tehát a másik irányba megjött a csapat. Mit kaptunk? Körbevett dolgokat. Mondjuk engem is körbevettek. Annak nem annyira vagyok oda. Kávé az nyilvánvalóan a bontás tárgya. Egyet lép. Na, mindegy, hogy melyik gyűjti be. Ez meg igen jót tud lőni, azért az ötöt a KV2-be az nem egy standard eredmény, úgy érzem. Arra nem mondhatjuk azt, hogy tök normális. Jó, és akkor ha átmegy, akkor mellé fog lépni. Igen. És mivel kétszer támadhat, fel tudjuk tölteni utána. Pontosan ez volt a sakkozás célja. No, érkezik újabb csapat azonnal. Igen. Azért az, hogy csak a körönként érkezik egy-egy ilyen társaság, az egészen mókás. Hát, mondjuk valahol nem mókás egy ponton túl. Na mindegy, a kettőt innen kiszedjük.
Ebből sem marad sok. Akkor ez elfogyhat. Kilenc, az nem jó hír, ha egyel elsompolyog. Azt azért kihagynám. Mondjuk igazából nem bele kéne erőltetni, mert már megvan a három gyalogvadásza. Úgyhogy ezeket lehetne a többieknek adni. Ha jól átgondolnám. Hogy kicsit egyenletesebben terüljön. Na, kapunk még egy csapatot? Úgy látom, nem. Na hát, akkor azt hiszem meg vagyunk. Azt hiszem ez volt a vége történetnek. No. No. Lássuk, mire megyünk. Leginkább semmire. Mi a következő pálya? Legalább megnézzük. Milyen hős kapunk, mi a történet. És egy kicsit elgondolkozunk, hogy hogyan használjuk azokat a tigriseket, meg speciális T-34-eseket. De rendkívül hasznosak, az kétségtelen, de elég drágák is egyúttal. Ugye? 4, meg 5, meg hasonló slot költséggel futnak. Ráadásul nincs belőlük végtelen. Úgyhogy nyilván a javító brigádok átkerülnek beléjük, azon nincs is mit kérdezni. A fő tétel, hogy utána mi lesz. No. Demjanszk. Most a történet nem izgat. Ó, új Panzer 3-as. Egy prototípust vehetünk két pöttyér. És... nem lehet figyelmen kívül hagyni a beásottságát. Hát... az majdnem haszontalan. Van J1, az mit tud a J-hez képest? 3-ba kerül 2 helyett, tehát az nagyon nem jó. De gyorsabb, szebb, jobb és nagyobbat lő. Három N. Az mondjuk a 4F-hez képest nagyon is jó. Mert a legtöbb sőt, 19-es védelem az nagyon fincsi. És mindenben jobb, mint a 4F. Tehát a 4F-eket lecserélhetjük. Pontosan lecserélhetnénk, ha lenne ebből végtelen. 5-be kerül a tigris. No. Tehát igazából, ha akarunk egy tigrist, akkor valakit ki kell dobnia. Márpedig akarunk tigriseket. Jó.
Téged kiszedünk onnan. Valahol még van egy. Igazából lehet, hogy ezeket fogom upgrade-elni tigrissé. Mert ez 4-be kerül. És nagyságrenddel jobb a tigris mindenben. Jó, az overstrength-et azt le kell, hogy vegyem. És még mindig probléma, de az már olyan kezelhető. Azt hiszem akkor egyébként ez lesz, hogy akkor a sárbéket lecseréljük tigrisekre. Gyorsabb, erősebb, szebb, jobb. Nem lesz 15-re föltöltve. És akkor azért csak egy tankot kell kidobni. Vagy egy felderítőt. Vagy valamit. Jó. Hogy állunk ezekkel a T-54-ekkel, vagy T-34-ekkel? Az is 5-be kerül. 4-be, hogyha túltöltés leszedjük. Tehát kettőért kapnánk előle egyet. Annyival nem jobbak, megmondom őszintén. Hát azért a védelem jelentősen segít. Van-e egy harmadik ilyen töltőegységünk? Mert igazából ha két gyógyítón van, akkor az a két tigrisbe megy, és akkor a T-54, T-34, igazából egyet üzemeltethetünk, meg esetleg fogunk majd elfogni belőle. Itt-ott-amott. Milyen jól álltok, fiúk. Egy HP itokon. Gondolom, hogy égtelen légierő, légierő, légierő. Ó, kaptunk ilyen izét. Két bulldozert. És ezeket kell kísérgetnünk, ugye? Foglaljuk el az 5 bogyót, és mind a 6-nak túl kell élnie. Tehát a 18 kört átként túl kéne vészelniük, miközben gondolom valami eszelős módon közlekednek. Jó, hát majd meglátjuk. No, hát valami ilyesmi lesz, innen folytatjuk.